2025. március végéig marad az ártámogatás a gázra és a villanyáramra. Bár a nyáron olyan hírek röppentek fel a sajtóban, hogy Brüsszel kérte az árplafon megszüntetését, jelenleg inkább a költségvetési hiány okozta problémák megoldását sürgeti. További másfél évig, 2025. március végéig marad ártámogatott a földgáz és az elektromos energia. Bár a nyáron felröppentek olyan hírek a sajtóban, hogy Brüsszel kérte az árplafon megszüntetését, az EU most inkább a költségvetési hiány csökkentését sürgeti. Az energia nagy kereskedelmi ára miatt visszaesett a termelők bevétele, ami kevesebb befizetett adót jelent az államkasszának. Az energiaszektorban szereplő cégeket bizonyos árbevétel, vagy bizonyos árszintek fölött megadózzák, akkor egy többletadó kivetve, ami ezt a támogatási rendszert ezt kellett volna táplálja, tehát a forrásokat biztosítsa. Viszont már gyakorlatilag márciustól annyira alacsonyak az energia árak már a nagykerpiacon, hogy szinte alig van bevétel, a villamos energia esetében legalábbis, de hát a földgáznál is, tehát a földgázpiac is egész évben a várnál alacsonyabb árak voltak. Sokszor még annál a 150 lejes befogyasztott ártól is, amit a romániai földgáztermelők alkalmaznak a szolgáltatók felé. Villamos energia esetén havi 100 kilowattig 68-banival kell számolni kilowattonként. 100 és 255 kilowatt között legfeljebb 80-banit kell fizetni, 255 és 300 kilowatt között pedig legtöbb egy lej 30-banit. A földgáz ára nem haladhatja meg a kilowattonkénti 31-banit. A földgáztárolók telítettsége egyébként jelenleg meghaladja a 90%-ot, így nem kell tartani a télen az energiahordozó hiányától.